Országos szinten is példamutató lehet Nyíregyháza fejlődése, bár a megyei számok nem döntöttek rekordot a turizmus tekintetében, a megye székhely 50% feletti növekedést mutatott. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója beszámolójában kiemelte, 2010 óta 30 milliárd forintot fordítottak a megyében turisztikai fejlesztésekre, többek között kerékpárutak kialakítására és szálláshelyek fejlesztésére. De nem csak Nyíregyháza teljesített kiemelkedően, tavaly rekordévet zárt a hazai turizmus. 2010 óta dinamikus a növekedés, 2017-ben pedig már 12 millió turista, 30 millió vendégészakát töltött az országban. Az ügynökség további célokat is kitűzött. 2030-ra az osztrák szintet szeretnék elérni a turizmus vendéglátás területén. Jelenleg a GDP 10,5%-át adja ez az ágazat. Ezt szeretnék 16%-ra növelni, és az 50 millió vendégészaka számot elérni. Ez egy fontos előlépés jelentene a közel 400 ezer főt foglalkoztató ágazatnak. Az elmúlt időszakban egy szemléletváltás is történt a turisztikai fejlesztések tekintetében. De nagyon-nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy pontszerűen érdemes fejleszteni, több száz attrakciót létre az országban, és nem voltak ezek hálózatban rendezve. Mi azon dolgozunk, hogy destinációban, turisztikai térségben gondolkodunk. Tehát azt gondoljuk, hogy az új típusú turista, a mai 20-30 éves emberek, akiknek próbáljuk a jövő turizmusát előkészíteni, másképpen viselkednek már, mint ahogy adott esetben mi viselkedtünk, vagy mi gondoljuk, hogy viselkedni kellene a turistának. Azok alapvetően élmények sokaságát szeretnék minél kevesebb idő alatt és minél kevesebb ráfordítás elérni. Az új turizmus arról szólna, hogy egy turisztikai térségen belül élménypontok sokasága jön létre. Ezáltal egy-egy turisztikai térségben 3-4 vendégészakát is tartalmasan tölthetnek majd a turisták. Nyíregyháza számos beruházás előtt áll, fejlődik a sóstói múzeumfalu, megújul a szabadtéri színpad, a Bencs villa és a Kálai kúria is. Bővülnek a szálláshelyek, valamint több mint 6 milliárd forint jut az állatparki fejlesztésekre is. Ehhez hozzátartozik a marketing, hiszen hiába vagyunk mi nagyon jók, ha mások nem tudnak róla. A marketinget mi úgy kezeljük, hogy egyrészt 7 éve az idegenforgalomadót egy az egyben a turisztikára fordítjuk, marketingre. Másrészt a mi TDM irodánk, mert az egész nyírséget összefogja, már 2011-ben az év TDM irodája lett, és ugye tavaly felvételt nyert a Turisztikai Világszervezet városi turizmus szekciójába, és az a szemlélet, ahogy mi a fejlesztéseket megvalósítjuk, itt még azért a partnerség továbbépítése szükséges, a megyére gondolok, hiszen nem sokára megnyitjuk a látogatócentrumot az állatparkban, ott úgy alakítottuk ki, úgy terveztük meg ezt a beruházást, hogy az egész megye turisztikai attrakciót be tudjuk mutatni. 2017-ben 173 ezer vendég látogatott a megyébe, ez 44%-kal magasabb szám, mint 2010-ben. Ők összesen 2 milliárd forintnyi bevételt hoztak a megyei turizmusnak.